Rózsás kakadót, gyémánt galambot és leopárd teknőst is láthattak az érdeklődők a hétvégén Nagykanizsán. A német család ezúttal is különleges hobbi állatokkal érkezett a Honvéd kaszinóba. A kiállításon nem csak bemutatták a különleges kedvenceket, hanem a tartásukról hasznos tanácsokat is adtak a szervezők. Idén Zorro, a Dél-Amerikában őshonos, fekete sapkás papagáj varázsolta el a közönséget. A madárral a legkisebbek egy közös fotót is készíthettek. Főleg azt szeretem, hogyha valaki lát olyat, amit még nem látott, illetve van, aki azt mondja, hogy hát ezt állatkereskedésben látom, igen, lehet látni őket, egyébként bárki tarthatja otthon megfelelő tudással, mert az nem mindegy, hogy azt nem szabad elsiklani a fölött, hogy állat mennyi törődést igényel, mert ő például sokat, mert ilyen kis szelíd, és vele mindig kell játszani, foglalkozni, de például egy kamélaonnal nem, őt nem kell simogatni, nem kell kivenni, nem kell vele mindenfélét csinálni, úgyhogy általában ez ilyen megbeszélés tárgya jó esetben családokban, illetve ha megkérdeznek engem, nagyon szívesen elmondom, hogy melyik állattal mennyi időt kell foglalkozni, illetve milyen táplálást igényel, ez mivel jár anyagilag, és így tovább.